Akkor szeretettel köszöntünk mindenkit a pedagógia BL szak mintaóráján. Az én nevem Berecki Enikő, PhD hallgató vagyok itt a BBK-n, azon kívül pedig angol-német szakos tanár. És hát a gyakorlatai tapasztalatom is azt mutatja, hogy igen, nagy szükség van a pedagógia szakosokra az iskolákban, úgyhogy különösen örülök, hogy engem kértek fel erre a feladatra, hogy most itt egy új teórát tartsak Helgával közösen, és egy kicsit megismerkedjek azokkal, akik érdeklődnek a szak iránt. És akkor a kollégámon pedig a Misley Helga, ugye? Elmondom. Sziasztok, én Misley Helga vagyok. Már láthatjátok, az előbb kérdeztetek, ami továbbra is fennáll, illetve ennek ötől is nyugodtan kérdezetek. Hogyha nem bánjátok, akkor tegeznék benneteket, ez a 10 évfordulás, hogy talán nem olyan nagy, hogy semmi oldani. Rendben, nektek ez itt. Oké. Annyi a különlegesség velem kapcsolatosan, hogy én is itt végeztem az ELT-n pedagógia szakon, úgyhogy ezzel kapcsolatosan tudtok akár kérdezni, hogyha az óra végén még felmerül valami kérdés. Szívesen mesélek erről, hogy én hogy értem meg, én utána a BM-en tanultam tovább, ahogy az Orsi is említette, kommunikáció és médiatudomány mesterszakon, és utána jöttem ide vissza az ELT-re doktori képzésre, és az oktatás és a marketing világát kutatom jelenleg, és én nem tanítok mellett, értek itt az egyetemet tanítok, de hogy egyébként egy reklámügynökségnél vagyok marketing mester, és szintén más irányba is elmentem. Ez az óra, ez egy pedagógia alapszakos tipikus órának lesz a megvalósulása veletek. Nyilván, amikor elkezdjük tanítani a fiatalokat, akkor szinte annyi idősek, mint ti. Úgyhogy teljesen releváns a ti koratokhoz és felkészültségetekhez ez az óra. És hát ezen kívül szerettünk volna egy olyan témát választani, ami által meg tudjuk egy kicsit mutatni, hogy mennyi minden nem lehet itt foglalkozni a pedagógia BL szakon. Ezért tulajdonképpen az iskola, azzal fogunk foglalkozni, hogy mi a baj az iskolával, az iskola feladatait nézzük, meg fogjuk körbejárni több szempontból is. Jó, és akkor el is fogjuk kezdeni. Van-e most bármi kérdés bárkinek? 90 perc ez a búra, és utána, hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan kérdezhettek és közben is. Tehát nagyon gyakorlatias lesz, nem így fogunk ülni, hanem csoporttól fognak érkezni. Viszont most így első körben próbáljuk ráhangolódni arra, hogy iskola, mert itt azért Orsi szerintem segített mindenkinek ráhangolódni, és próbáljátok meg azt elgondolni, hogy mi szerintetek az iskola legfontosabb feladata. Mi az, amit elvárunk egy jó iskolától? Benne vagytok most, tudjátok mi az, ami jó benne, mi az, ami rossz benne, mi az, amit úgy gondoltok, hogy mindenképpen kell, hogy tartalmazó rendelkeznie kell valamivel, amitől jó az az iskola. És azt szeretném mindenkitől kérni, hogy jöjjön ide, és válaszol ezek közül a kártyák közül egyet, amelyikről azt gondolja, hogy ez jól illusztrálja, metaforaként jól illusztrálja azt, hogy az iskolának szerinte mi a legfontosabb feladata. Jó? Úgyhogy gyertek nyugodtan ki, és választhatok egy kártyát. Ismeri valaki egyébként ezt a fixit kártyát, mert hallom, hogy mondjátok. És próbáljátok meg úgy lenni, hogy kicsi három vagy négy fős csapatokat alakítsatok, jó? Össze meg lehet bontani ezt a szinte rendezést, és egy kicsit
azt el lehet tolni a... Biztok még, mert a csatlányban ellak nem tudok. Nem tudok? És nem tudok. Csaba is szépen. Nyugodtan forgassátok el a székeket úgy jó, hogy ilyen kis szigetel tudjanak keletkezni. Három, négy fős kisebb csoport. Akkor ha jól látom, van egy három fős kis csoportunk, ezek a tévényel vagyok? És akkor ott az ötödik csoportunk, ha jól látom. De ezt a kivényem, vagy csak néztek? Majd a megfigyelőknek a véleményére is kíváncsiak leszünk a végén, hogy hogy értékelitek kívülállóként. Ez is egy érdekes perspektíva. Jó, kihúztuk a kártyákat, ugye a saját nézetünk szerint választottunk kártyát. Most arra kérnélek benneteket, hogy osszátok meg csoporton belül, azt, hogy miért pont azt a kártyát választottátok, és milyen iskolai feladat, az iskola mely feladatával függ ez össze. Tehát egy kicsit fejtsétek ki egymásnak, hogy miért azt választottátok, miért azt a kártyát választottátok, vagy miért azt a feladatot választottátok. Jó? Erre ilyen 8-10 percetek van. Rendben? Thank you.
Úgy látom, vagy úgy látjuk, hogy készen vagytok, hogy megbeszélnétek egymásért. Mindenki elmondta a csoport tagjainak, hogy mit vár el egy jó iskolától. Arra lennénk kíváncsiak, hogy volt-e valami, ami mondjuk nagyon-nagyon meglepő volt, vagy valami nagyon érdekes volt. Elgondolkodtam azon, amit mondott a másik. Lehet, hogy az én véleményem is átalakult, húztam volna én is inkább azt a kártyát. Tehát valami izgalmas, amit megosztott velünk a másik, vagy akár mi mondtunk a többieknek. Volt-e valakinél ilyen, amit szívesen megosztanátok a többieknek is? Voltak, ezért így belehallgattam, meg Enikő is belehallgatott, voltak azért itt nagyon izgalmas ötletek, amit ugye csak a csoporton belül hallottatok, lehet, hogy a többiek is szívesen megismernék. Egyet-egyet kiemeltek? Megismerni önmagunkat. Megismerni önmagunkat. Itt például volt egy ilyen, nagyon szuper. Ilyen két szóban. Igen, ez itt teljesen. Tehát nem kell kifejteni ezeket most, ha párat még hallhatnánk, annak nagyon örülnék. Tőletek itt lányok? Volt valami, ami? Nem? Jó. Itt a nagy csapat, aki kettével. Útmutatása, pedagógusok részéről. Aha, pedagógusoknak az útmutatása. Ha, tehetség. Nagyon jó. Még egyet mondjunk, és akkor... Tanuláson keresztül való kapcsolatépítés. Nagyon szuper. Nagyon sok fontos fogalom előkerült, ami tényleg az iskolában igen fontos, hogy a tehetség, az iránymutatás, az önismeret. Úgyhogy ezek jó. Örülök, hogy a csoportban meg tudtátok beszélni, nincs azzal semmi probléma, hogy ezt nem teljes csoport, és kamerák előtt beszéltünk meg. Most, hogy megismertétek egymás nézőpontját, most arra kérlek benneteket a következő feladat révén, hogy egy kicsit lépjünk ki saját magunkból, és próbáljunk mások nézőpontjából rátekinteni az iskolára. És ehhez különböző szerepkártyákat fogtok kapni. Egy-egy személy neve foglalkozása szerepel rajta, és néhány utalás az élet körülményeire. És próbáljátok meg az ő fejével gondolkodni egy kicsit, és úgy kitalálni, hogy mi lehet az iskola funkciója. Rendben? Úgyhogy oda megyek most a csoportokhoz, mindenki húzni fog majd egy kártyát, és úgy készüljetek, hogy ezeket majd meg fogjuk osztani közülött, meg fogjuk hallgatni, tehát legyen a csoportnak egy írnoka és egy szóvivője, aki majd nagyon röviden a 10 perc után össze fogja foglalni azt, hogy miről is beszéltetek, jó? Úgyhogy jövök először hozzá. Kérlek szépen, húzzat a kezdet. Ennek a feladatnak a lényege, hogy mi most megvizsgáltátok az iskolát a saját szempontotokból, meghallgattátok a társaitok szempontjából, akik szintén diákok. És most belehelyezkedünk újabb szempontokba, akik nem biztos, hogy diákok. Érthető? Mindenki számára? Igen.
Köszönöm, hogy
láttam, hogy azért a legfontosabb szempontot az összegyűjtöttétek. Nem baj, ha nincs nagyon sok, ezekről már ki tudunk indulni. Jó, még az utolsó gondolatot, amit még fel szeretnének jegyezni, azt még jegyezzétek föl, és akkor utána megbeszéljük kicsit közösen. Jó? Azt szeretném megkérdezni, hogy a szóvivőnek szüksége van arra, hogy egy picit átnézze, összeszedje a gondolataikat, pedig készen vagyunk, kezdhetjük. Kezdhetjük? Hát, azt szeretném kérdezni, rendben van, ha elkezdjük? Nem tudom, van olyan esetleg, aki van olyan csoport, aki elkezdeni, vagy pedig menjünk szépen sorba. Oké, menjünk sorban, jó? Tehát akkor benneteket szeretnélek megkérni arra, hogy mondjátok el nekünk, hogy kit kaptatok? Kata, Jézus. Jó, tulajdonképpen itt van itt a szerepen. Katát kapták, Kata végzős diák, mit kell még tudni róla? Érettségére készül, és egyetemben szeretnék folytatni tanulmányait, mit várjátok az iskolában? Azt szeretném kérdezni, hogy halljátok, amit mondok. Jó, ide állok inkább, hogy ne kelljen a mindenfelén fordulni, hanem becsődjétek. Jó, és akkor miket írtatok? Első sorban a színvonal minden területen, hogy legyen az iskolának egy olyan oktatási színvonal, amit érdemes legyen oda menni. Vagyis tulajdonképpen az oktatóknak Igen, jó. Az iskola felől segítség és tájékoztatás. A pályaválasztás. Pályaválasztáshoz, igen. Célorientált tanulás és a számára hangsúlyos tárgya. Igen, tehát a tárgyi tudás. Teljesítő követelmények, hogy ne legyenek irális pontok, vagy irális bizonyos követelmények az adott iskolában, vagy adott. Teljesítő követelmények. Megfelelő infrastruktúra, hogy alkalmas felszere és mindenki számításnak egy órán, vagy valami nincsen, de lehessen. És közösségi programok, vagy élmények, közös programok. Rendben, és tulajdonképpen, ha jól értem, amit összeszedtetek, az mind arra irányul, hogy Katának legyen olyan szaktárgyi tudása, ami által felvételt nyer az egyetemre, ugye? Igen. Jól értettem. És akkor infrastruktúrát néztetek körülményeket, mindenféle. Jó van, köszönjük szépen. Esetleg a többi csoport ki szeretné még valamivel egészíteni, aki... Támogatás az iskolától, igen. Vagy hogyha alapban nem tudja, hogy mi szeretne lenni, akkor lehet a segítséget nyújtani. Segítséget nyújtani a pályaválasztáshoz, igen, köszönjük szépen. Más? Jó, akkor nézzük a következő csoportot, hirtelen egy kicsit nehezen tájékozunk a térben, azt hiszem félemétek azok. Ki volt a ti szereplőtök? Igen? Linda. Linda. Mit tudunk Lindáról? Foglaljuk csak össze. Polgármesteri választáson én volt, és nem őt választották, illetve sokan nem is szavaztak. Igen. És attól függetlenül nem őt szavazták, mert hogy jó volt a programja. Ugye? Igen. Okay. Szerintem. Egy kicsit lehet, hogy negatívan közelítettünk meg szegény, de abban gondolkodtunk, hogy hivatalosan mit képvisel, illetve a tetteim által mit képvisel, ha beleszólása van az oktatási rendszerben. És arra jutottunk, hogy hivatalosan valószínűleg azt mondanák, hogy az iskolában tanuljanak meg a diákok felelősséget vállalni, felelősen gondolkodni, önállóan döntéseket hozni. A tetteivel viszont nem feltétlenül ezt segíteni, hanem inkább egy teljesítménycentrikus rendszer, ami is a lexikális tudást ad, és olyan embereket képző iskolát, ahol
mondjuk úgy, hogy a kötelességüket úgy teljesítik, hogy nem igazán gondolkodnak önállóan, hát pont, hogy ellent mondaná a saját nagyon jó dolgot gondolataiknak. Egyébként igen, az ő szempontja, ha jó indulatú, mert jót szeretne, akkor lehetne az, hogy tényleg az iskolákban történjen egyfajta demokráciára való nevelés, felelős állampolgárra, tehát a fiatalok segítése abban, hogy felelős állampolgárokká váljanak, viszont lehet, hogy a politikai érdeke pont azt kívánja, hogy ne. Ugye, de a közösség érdeke egyébként mi ebben az esetben nyilvánvalóan? Amit hivatalosan képvisel, így van. Oké, a feladata ez az iskolának szerintetek is, hogy Amit hivatalosan képvisel, az az. Jó, tehát fontos feladata is. Oké, esetleg kiegészítés ehhez van valami, kérlek, kiegészítés elnézést. Ha nincs, csak azon sincs semmi gond, akkor megyünk tovább. Ezt el lehet tartalmi téren kézenni, tehát hogy hangsúlyt fektetünk a társadalomtudományi tartalmakra, vagy pedig rendezvényeken keresztül is, vagy magán az órán belül is történhetnek olyan dolgok, amik segítik ezt. Oké. Jó, más valaki? Jó, szuper, nézzük meg a következő csapatot. Ki volt a ti emberetek? Mária volt a cégvezető, igen. Mit tudunk Máriáról? Hát azt tudom, hogy ismerjen őket az alkalmazott körülből, és nehezen talán megfelelő munkahelyzet. Hát szerintem akkor azt következik, hogy megfelelő munkahelyzet vár el. Tehát azt szeretném, hogy akkor nem hiszem, megfelelő munkahelyzet képezzen neki. Így van, és ahogy jól tudom, ezt boncolgattátok egy kicsit. Egy mondat, de nem tudom, hogy megfelelődött. Nagyon érdekes, nagyon jó dolgokat írtatok fel. Emlékszem, hogy említettétek a kreativitást, azokat nyugodtan osszuk meg most itt a többieket. Szerintem jártudást vár el, lexikális háttértudást, kreativitást, ugyanakkor a szabálykövetést és alkalmazkodást, gyakorlati tapasztalatokat, hajlanok a kooperációra, fejlett kommunikációs képességet és egyfajta elhivatottságot. Oké, nagyon jó dolgok ezek, esetleg ki tudjuk valamivel egészíteni, egyetértünk-e abban, hogy ezek fontos célok, amit az iskola kitűz maga számára. Nekem is van egy kérdés. Igen, tessék. Hogy szerintem, hát nem tudom, de szerinted ott az iskolának kéne megadni, hanem hogy a családi háttérnek, vagy pedig... Persze minden olyan tényező, amiről mi beszélünk, ez nem egyedül az iskola feladata, de az iskola feladata is. Tehát a kommunikációt otthon mondjuk a családban, kommunikál a szüleivel, de akkor már egy olyan közösségben hogyan kommunikál, ahol számára ismeretlen emberek vannak különböző társadalmi rétegekben. Tehát az a hely, ahol ilyenekkel találkozik, tehát különböző emberekkel találkozik, az első osztálytól 12-ig számára tulajdonképpen az iskola, ugye? Tehát ilyen szempontból érdekesek ezek a dolgok. Az együttműködést is szintén ilyen csoportban tanulja meg az ember. Kreativitás, mert fontos a kreativitás az iskolában. Én is azt mondom neki, hogy a kreativitást. A kreativitást kutatom iskolai kontextusban, de hát valószínű az is fontos. Ez így elfogadható válasz volt számodra? Persze, csak szerintem túl sokat várunk el az iskolát. Hát már próbálják úgy mondani a kreativitást, ami még megvan neki óvodában, kicsit elnyomni. Pedig nem kellene, ugye? Mert tulajdonképpen az iskolától elvárjuk valamilyen szinten, hogy ezt támogassa. Sok mindent várunk el, ez nagyon jó pont, de erre visszafogunk. Az a baj, hogy olyan dolgokat várunk, amit ellentmondanak egymásnak. Tehát, ha elvárjuk a szabálykövetést, akkor a kreativitás nem zárja ki egymást teljesen, viszont valamennyire azért bezavar egymásnak. Tehát nézd, ott egy bizonyos feladat. Elvárják azt, hogy te megoldod azt egy bizonyos módon, és te nem olyan módon oldod, mert akkor már nem fogadják el, megmondja akarom. És... Jó, hát így, ez igaz. Igen, ez... Nagyon jó, amit mondtál. Erre egy picit később tényleg vissza szeretnék térni, mert ez nagyon, nagyon örülök, hogy ez előjött, és erről még beszélünk, jó? És akkor az utolsó csoportot szeretném.
Hát miénk vagy? Végül, de nem utolsó sorban. Igen. Miénk vagy Gábor? Igen. Aki, hát ugye szakképzetlen lévén szerintünk, hát biztonságot vár el az iskolától, a gyerekének egy olyan alapot nyújtson az életben, amit ő esetleg nem tud megadni, illetve hogy az iskola felismerje a fejlődési lehetőségeket, illetve a gyerekek saját a tehetségünk megfelelő oktatást biztosítsa. Illetve hát, hogy hozzá a gyerekek az iskolában hozzájussanak egy olyan tudáshoz, szakképzettséghez, amit utána az életben hasznosítani is tudnak. Igen. Illetve én még azt írtam utána fel, hogy anyagi támogatásra is hozzájárul az iskola a gyerekek tanulmányéhoz, mivel tegyük fel az a szülők ezt nem tudják biztosítani, hogy nem olyan mértékben. Mondjuk erre megvannak a támogató rendszerek, viszont abban igazad van, hogy ezek nagyon gyakran az iskolán keresztül történik. Jó, és egyébként az, tehát mindezt miért akarja a Gábor? Miért szeretné ezt? Hát mert ő nem tudta megvalósítani a saját életében, és hogyha ő egy felelősségteljes édesapa, akkor szeretné, hogy a gyerekeinek jobb élete legyen, mint az övé volt, vagy az övé. Oké. Jó, akkor én véletlenül kifelejtettem egy csoportot, és ti vagytok, ti képviseltétek Jánost, ugye? Jó. Akkor nem túl sok minden, nem értünk. Nem is gond, tehát hogy ki Jánost, egy kicsit beszéljünk arról. Hát, ugye egy roma származású álláskereső, akit ugye elutasítottak. És mi alapvetően hát egyértelmű, hogy nehéz problémára vezettük vissza ugye ezt a dolgot, a megkülönböztetésre. És hát nyilván János azt várja az iskolától, hogy ez a megkülönböztetés visszaszoruljon, és ugye azt várja szerintünk a tanároktól, hogy ők mutassanak példát abban a gyerekeknek, hogy ugye egyenlő módon bánnak a roma származásúakkal. És hát nyilván már például anyagi támogatást az iskolától, de így összességében. Jó, hogy azt nézzük meg esetleg, hogy ugye János pont egy roma származású a fiatalember, de esetleg még lehetnek olyan a társadalmi rétegek is, akiknek fontos lehet az esély, egyenlőség. Pár ilyet tudnánk. A vidéknek. Így van, az is. Sérült, igen, fogyatékkal élők, jó, tehát, hogy ebben is fontos feladata lehet az iskolának. És ahogy mondtad, nagyon jó volt az a meglátásod, hogy ezek nagyon sok mindent várunk el, és nagyon sokszor ellentétben vannak egymással ezek a dolgok, és mégis az iskoláknak úgy kell navigálni, hogy mindenki úgymond jól lakjon egy kicsit, tehát hogy az összes funkciót valamilyen szinten támogatják a megfelelő egyensúlyok révén. És csak felvinantás szinten mutatjuk meg, itt tulajdonképpen, amiket ti összeszedtetek, ahhoz kapcsolódóan tudományosan ezeket az elvárás, ezeket a funkciókat, az iskola funkcióit, a Balázs Gábor, az egyik oktatónk és egyetemi tanár szedte, rendszerezte így, és ő is kiemeli ebben a cikkében azt, hogy mennyi ellentét feszül ezek között a szerepek között, természetesen nem mindegyik egyformán hangsúlyos. És nagyon furcsán néznek ki, úgyhogy nem is nagyon fogunk belemenni, megnézzük, hogy esetleg mit tudunk odakötni az adott funkcióhoz, amit mi megbeszéltük, és amit ti tulajdonképpen nagyon szépen összeszedtetek. Ugye a kultúra újratermelésének hívja az elsőt, ez tulajdonképpen a generációk által felhalmozott tudásnak a továbbadására vonatkozik, ez lehet praktikus tudás, vagy lehet tudományos, mint a matematikai tudás, a, nem tudom,
most gondoszított eszembe, a irodalom, tehát ilyesmi, és lehetnek az értékek és a minták, amik mondjuk a Magyarországra, Európára, vagy az adott kis közösségre jellemző. Ide mit tudnánk berakni azok közül, amiket csak párat, amiket mi összeszedtünk? Tulajdonképpen nekünk volt egy főszereplők, akit szerettünk volna elfelé a funkció felé vinni, de tulajdonképpen mindenki számára fontos volt itt a tudás, ugye? Tehát az összes szereplőnél fontos volt a tudás. Ki az, akinél mégis mondjuk dominánsabb? Kinél volt dominánsabb az, hogy neki akkor hirtelen tudásra van szüksége? A végzős diáknak. Igen, ő volt az, Kata. Jó, a gazdaság működésének és növekedésének elősegítése, ezt nem is fejtjük különösebben ki, összetudjuk asszociálni egy szerepben, amit itt kaptatok, persze ennél sokkal többet jelent, de egy szegletét képviselte. Tessék? Akinek hiányoztak az alkalmazott. Akinek hiányoztak az alkalmazott. Hogy hitták őt? Igen, akinek hiányoztak az alkalmazottai. Oké, a társadalmi struktúra újratermelése vagy megváltoztatása, tulajdonképpen többek között a társadalmi mobilitásra vonatkozik, tehát egy bizonyos társadalmi rétegből iskolázottság révén más rétegbe kerülő. Van olyan szerep, ami ezt ezzel tudnánk azonosítani? János. János, igen, ő volt a munkás édesapa, ugye? Gábor. Ja, ő rá is vonatkozik, Jánosra is vonatkozik egyébként, de Gáborra is vonatkozik, így van? Jó, a politikai rendszer legitimálása, és azt hiszem ez is egyértelmű. Tehát, hogyha demokráciában élünk, akkor ez attól függetlenül, hogy a diktatúra van, akkor az iskola is támogatja ezt a diktatúrát, a demokrácia van, az iskola támogatja a demokráciát, tehát a nálunk természetesen demokráciáról van szó, ez melyik szerep volt? Linda. Jó, és a társadalmi integráció biztosítását, itt természetesen ugye megint János és Gábor. És amit nem raktunk be a szerepkártyákba, mert úgy gondoltuk, hogy ez nem elég egyértelmű, az a személyiség fejlődése, ugye szerintünk elég egyértelmű feladat az iskolának, és még van kettő, a szolgáltatási funkció, amiben az iskola esetleg a közösséget segítheti többek között, és elősegítheti a társadalmi változásokat. Jó, úgyhogy most ezeket megnéztük, hogy beszélünk róla tudományosan, de tulajdonképpen ami mögötte van, az az, amit ti összeszedtetek. Úgyhogy tovább is mennénk, és egy kicsit most megnéztük ugye azt, hogy ti mit gondoltok az iskoláról, megnéztük azt, hogy a társadalom különböző szereplői mit várnak el az iskolától, megnéztük azt, hogy nagyon sok az elvárás, nagyon nehéz minden elvárásnak megfelelni, és nézzük meg azt, hogy milyen elvárások jelentkeznek a gyakorlatban, mert olyan miniszinten nézzük meg, hogy mondjuk egy tanulán hogyan jelentkezhetnek ezek. És ezért egy képet fogtok kapni, és ugyanezekben a csapatokban, amiben dolgoztatok, a saját perspektívátokat nézzétek a képen. Tehát a tietek ugye a tudás, hogyan történik a tanulás ebben a közegben, a tietek volt az esélyegyenlőség, jó, a demokráciára való nevelés ott a mindás csapatnál, a munkavilágára való felkészítés az tulajdonképpen nálatok, és a társadalmi mobilitás az pedig a tietek, jó? Úgyhogy megkapjátok a képeket, készítsetek egy kis jegyzetet, jó? Nem fogjuk rögtön ezután a megbeszélés után megosztani őket, de fontos minden maradjon ebből is néhány információ. Megkapjátok a képet, hogy jobban lássák. De ez tulajdonképpen egy tanulás készítettek el, jó? Ez egy nagyon jó kérdés. 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 Ez egy nagyon jó kérdés.
Most már egy kicsit beszélt, meg jó. Az valóban az hogyan gondolkodott erről a képről, hanem meg fogom nézni egy más tanulási helyzetet,
egy olyan iskolát fogunk látni, tehát egy olyan videót fogunk látni, ami arról szól, hogy projektmódszerben hogyan tanulnak a gyerekek, és erre tehát a 6 perces videót erről különböző diákok fognak megszólalni, tanárok fognak megszólalni, és a feladat az ugyanaz lenne, mint az előzőben, tehát a saját nézőpontod szerint megnézed, hogy ez a tanulási helyzet hogyan segítheti elő, hogyan segíti elő az adott szempont fejlesztését, az adott feladat fejlesztését. Ez világos, ugye? Érthető kérdés esetleg? Tehát ugyanazt nézzük a videóban, itt már sokkal több infónk lesz, mert nem egy képet nézünk, amihez hozzáképzeltünk dolgokat, hanem egy kicsit több információt kapunk ezekről a dolgokról. Lehet, hogy érdemes kicsit közelebb húzódni, angolul van is feliratos az Edutopia oldaláról, ez egy alapítvány oldala, és mindenféle ilyen érdekes oktatási videókat lehet ott látni. Úgyhogy ha esetleg valakinek szüksége van a feliratra, akkor az nyugodtan jöjjön közelebb. Bármilyen tudom, hogy... Oké. Okay. Tanult-e már valaki, vagy hallottatok-e már a projektmódszerről? Ez, aki hallott róla? Jó, akkor most tudja is. Nobody likes me, everybody hates me. Guess I'll go eat worms. Mom thinks mommy wants short, fat, juicy ones. Itsy bitsy fuzzy wuzzy worms. These first graders at Newsom Park Elementary dig worms, and they designed an entire project around them with the help of their teacher, Kathy Humer. Oh, there's one. Pick it up, camera. And they wanted to do animals. They had ideas, let's do snakes, let's do, you know, horses, let's do dogs, you know. And so I keep raising the question to them, well, why? What is it that you want to know? Well, they want to know about, well, where do these animals live? So I said, are we really going to be able to go look for snakes? You know, that might not be possible. Can you think of something else that might be similar? And someone just said, let's do worms. I said, okay, well, what do we know about worms? What do we need to find out about worms? Phase one. Which leads us into phase two, which is a field work, the actual work that they're doing, whether it's field trips, lab work, experiments. We did an experiment on dead worms. We smelt them and they didn't smell good. And we had to pick them up and fill the vein. Worms are just one of the subjects students explore in depth at Newsom Park, a K-5 science magnet school in Newport News, Virginia, that has embraced the concept of project-based learning. Picks a topic to study for the semester. They then plan a research phase, which includes field trips to gather information. Transportation for facts. At the conclusion of the project, they share their findings in oral presentations, digital slideshows, and display boards, which are viewed and critiqued by their parents and their peers. Project-based learning was really the delivery model that we felt would allow kids to learn and really learn about what they want to learn about. I mean, so many years we've been pumping kids full of stuff that we think is appropriate. And really, in many instances, maybe that was successful, but it's much more successful and exhilarating when kids have the input that we allow them to have here at Newsom Park. Students here have chosen to study everything from space flight to homelessness. This first grade class decided to explore cystic fibrosis, a disease affecting one of their classmates. One of our students has CF, and we're trying to learn about CF to see what it is, how it works. You can start getting into the person's lungs and pancreas. We hope to find out that there's a cure for CF. Students use programs like PowerPoint and a series of thinking maps to turn good project concepts into exemplary work products. The students of today are really more in tune with everything that they have coming in at them visually. So using the technology to represent their learning has actually increased the quality of their work. Even with the latest technology tools, project-based learning can be challenging for teachers. So we came up with some questions for Ms. Harbaugh, and she's coming in today to tell us more, isn't she? Oh, good. Oh, it's easy.
easier to teach them a textbook with this day it tells me to do this and this day it tells me to do that. So in a way, you've got to be willing to work a little harder too to do it this way, even though it looks like the kids are doing all the hard work. There's a lot of planning that goes on behind it to make sure that the work is there for them. Do we have anybody in this classroom with Alison? Yes, we do. Since several of Ms. Breland's students have asthma, they're studying pets, focusing on pets that don't make asthma worse. As part of every research project, students seek out experts, like a guest speaker from the local hospital. The lungs are made up of different kinds of tissue. They know that they don't have all the answers, and it's okay. They also know that Ms. V doesn't have all the answers, and it doesn't bother her a bit. And so we sit back and we go, okay, well, who can we call? Who can we ask? At lunchtime, students get to test their social skills and basic math, selling everything from walkathon pledges to marigolds. We have marigolds, we have two of these left, and mixed flowers. Those are just all type of flowers like this flower, this whole patch, it'll probably be like that. The plant business grew out of a class investigation into the stock market. We talked about what the stock market was. We actually invested in fancy stocks. We were thinking about investing in some penny stocks and seeing how much money we can make on the stock exchange. However, that became repetitive and truthfully somewhat boring. What you want to buy? Instead, the class decided to create their own business. They bought seeds, grew the plants, and made sales brochures, funding the entire operation through the sale of Flower Power stock. We ended up going around, we sold 10 cent shares of our stock in our company, and we actually raised over $75. But the success of the fourth grade plant project sowed the seeds of another lesson in real life learning. It led to the mounting of a hostile takeover attempt by Ms. Shields' fifth graders. Ms. Shields' classes, the fifth grade is planning to take and buy all the stock and leave them for like 5% of their stock and take it for their business. So we'll be in total control of their business. The process of learning project-based lessons has had a positive impact on everything from test scores to classroom behavior. Our test scores have improved, mainly I think because of the fact that we've connected the learning to real world problems. And the integration of technology has helped the students to actually produce quality products. So that's the reward, and to me, it's been probably the most rewarding way of teaching and learning that I've experienced in my 30 years. For more information on what... Rendben, akkor próbáljuk meg egy kicsit megbeszélni a saját szempontunk szerint ezt a tanulási lehetőséget. Ugye vannak olyan iskolák, akik teljesen projektrendszerben tanítanak, vannak olyan iskolák Magyarországon is, ahol számtalanszor alkalmazzák a projektrendszert az oktatás során, mellette más módszerekkel együtt, tehát ilyen szempontból szerintem Amerikában is egy speciális, egy különleges iskola volt, hogy itt ez teljesen ebben a ezzel a módszerrel zajlik, de egy egész érdekes példa volt arra, hogy mennyi mindent meg lehet valósítani, akár a funkcióból is. Nézzük meg ezeket, egy kicsit elemezzük ki, jó? Nagyon
Összehasonlítani a két tanulási helyzetet. Mi most nem mondjuk azt, hogy az, amit ott látsz, az teljesen elutasítandó, mert megvannak annak is a funkciói, tehát lehet olyan helyzet az iskolában, amikor egy olyan típusú foglalkozásra van szükség, és lehet, hogy van olyan, amikor inkább ilyenre, vagy ennek ellenére. Nézzétek meg, hogy a ti szempontotok szerint mit ad az egyik, és mit ad a másik. Jó? Tehát végül is hasonlítsuk össze egy kicsit ezt a két szintet. Jó? Erre így külön 10 percetek van, és akkor erre ezt viszont jó lenne, ha megbeszélnénk megint ilyen teljes csoport szintjét, de hát ismét szükség lesz majd egy szintjükőre. Jó? Összefoglalja a csoport feladatát. Jó, ha nem világos, így arra, hogy ezt szóljátok is, hogy az Nem,
annyira a Szerintem ilyen nem lehet, hogy 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 ilyen nem lehet
tehát része is, mert a különböző is, hogy a gyermek 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 A két tanulási helyzet összehasonlításából mire jutottak, és a főszempontjuk... Mi is volt a szempontot? Ami igen. Ja, a társadalmi mobilitás. Igen, igen. Oké, okay. Rendben. Jó. Ez most ugye az összehasonlítás. Az összehasonlítás, akkor van itt kíván. Hát azt hittük, hogy igazából mind a két lehetőség, hát ad tanulási lehetőséget a gyerekeknek, viszont a projekt munkában nagyon a szabadság, tehát hívják azt, amit ők szeretnének. Kiemeltük azt, hogy egy rendes tanulóra, ugye ott az osztályteremben a kicsiknél ugye még ültetik őket, tehát ott nem választhatják meg, hogy milyen közegben vannak egész nap igazából. És hát, hogyha olyan emberekkel vagy olyan gyerekekkel vannak körülvéve, akikkel nem feltétlenül pozitív a kapcsolat, az negatív lehet. Itt a projekt munkában viszont eléggé csak úgy csoportosan össze-vissza voltak, szóval sokkal nagyobb az érintkezés a gyerekek között is. Tehát itt azt szeretnék, bocsánat, hogy ezt beszélök, ugye, hogy, hogy az a gyerek, aki mondjuk a ti esetetekben, úgy hitták a szeretőtöket? Gábor gyermekinek mit adna az egyik, mit adna a másik. Tehát, hogy a... Igen. És többiek is nyugodtan beszállhatnának. Ebben egyébként nagyon jó, amiket mondtak. Hát igazából az iskola, mert ugye a rendesen tehát ez a globális tanulója, nevezünk csak az iskolának, hanem csak a helyzetnek, igen. Ott sok tárgyat megmutatnak neki, így megvan a lehetőség arra, hogy lásson olyan dolgokat is, amit a szüleitől nem lát. Tehát, hogy megtanulja, hogy mit tudom, hogy irodalom vagy bármi. Tehát, hogy így ezt mutathatja, illetve szélesítheti az érdeklődését, tehát igen. Viszont... hogy például otthon, hogyha viszont egy csoportmunkában dolgozik, és nincs feltétlenül megadva egy tankönyvi tananyag, amit meg kell tanulni, akkor viszont a szülő otthon, hogyha szeretne a gyerekének segíteni, sokkal nehezebben.
hiszen hogyha neki nincsenek erről ismeretei, akkor egy tankönyv a felnőttnek is tud segíteni abban, hogy a gyereknek segítsen tanulni, hiszen ha ilyen nincs, és nem áll rendelkezésére egyéb tudás, akkor az gyerekes tanulását is elizetheti. Itt esetleg annyi lehet a kérdés, hogy az, amit neki még otthon kell megtanulnia, hogy van-e valóban otthonra tanulni valója, vagy pedig olyan hatékonyan tanult az iskolában, hogy erre már nincs szükség. Jó, tehát ez a társadalmi gondítás, vagy a társadalmi gondítás, hogy nem tudjuk esetleg felépíteni, arra vonatkozik. Oké. Köszönöm szépen ennek a csoportnak, és akkor kérném a munkavilágok csoportját. Hát mi ott kétfél osztottuk. Igen. Mi a projekt feladat, a projektes iskolánál jobb, az ugye a feladatok megoldása, alkalmazkodási készség. A kapcsolások céget ezt középre írtuk, azért, mert ugye az iskolában is a normális tanrendszer alapján is kellene a kapcsolatség, hogy egyedül megoldja a feladatokat. Ugyanígy a csoportmunkában is, hogyha valamivel nem értesz együtt, akkor legyen annyi benned, hogy ennek ellenszegülsz. Azonban a projekt feladatban, vagy a projekt tanítás meg annyi a hátrány, hogyha te valamit nem tudsz megcsinálni, akkor ott vannak mögötted, és ők segítenek neked, tehát egyedül nem tanulsz meg adott szituációban megoldani feladat. Mondjuk elképzelhető a projekt rendszeren belül is egyéni feladat, úgyhogy egyénileg kell neked megoldani egy pici dolgot abban az adott projektben. Tehát ugye erre ad azért lehetőséget, de nagyon oké, nagyon rendben van. Igen. Az iskola, a normál iskola módszer a lexikális háttértudás. No, tehát ugye az a tanúra, igen, a lexikális tudás. A kreativitás az a projekt. Azt inkább ott láttátok, a kommunikációkészség és a véleménynyilvánítás is. Inkább a projektmódszeres példában láttátok. Mert ugye a másikban nincs annyi embernek lehetősége kommunikálni. Rendben, köszönjük szépen, meg együttműködni sem, hiszen ilyen kis elszigetelt asztaloknál mindek az egy gyerekek ezen az órán. Jó, itt akkor ezt a következő csapatot szeretném kérni. A demokrácia volt a szempontunk, és az egyszerűség kedvéért a képet rendesnek normál is nevezem. És arra jutottunk, hogy így nem pozitív, negatívba soroltuk, hanem mind a kettő egy másik irányba van elcsúszva az ideális demokráciától mondjuk. Ja. A rendes iskolákban egy látszólagos demokráciát hoznak létre, amiben néha úgy tüntetik fel, mintha a diákoknak is lenne beleszólásuk a dolgokba. Aztán igazából a tanár dönt el általában minden. Míg a projektmódszerrel pedig túlzott demokráciát hoznak létre, illetve egy kicsit mű, mert úgy dönt a többség, hogy a több, aki alul marad, az egy fél évig alul marad. Tehát ez igazából nem egy közös döntés, hanem a többség döntése. És lehetőség van arra, hogy a gyerekek olyan témákkal foglalkozzanak, amik még nem aktuálisak az ő korukban, tehát az ideális demokráciában nem csak közös döntés van, hanem azért mégiscsak van valaki, aki vezeti a döntést a szakértelmével. És itt is valamilyen szinten megtörténik, de beszélgettünk arról, hogy nincs a helyén egy idősen a tőzsdével való foglalkozás. Az rendben van, hogy például az állatokból eldönthetik, hogy a kukaccal foglalkoznak, tehát van pozitív és negatívuma is. A rendeshez még felsoroltuk azt, hogy úgymond belenevel az életbe és ebbe a demokratikus rendszerbe, és ezt lehet pozitívan is, meg negatívan is értelmezni, mert belenevel a mókuskerékbe, és korán helyezi bele a gyereket, az első gyereket abba a rendszerbe, ami még neki nem egészséges, de mondjuk lehet azt mondani, hogy erre szüksége is van, csak talán kicsit később, amit esetleg a projektrendszerben nem kapnak, tehát onnan kikerül, és kicsit sokkolja a világ. Akkor itt kapcsolódnék az egyik funkció, amit itt
nem ügyeztető nézőpont, az a társadalmi változás elősegítése, vagy gátlása lehet az iskola funkciója. És ez szerintem egészen jól kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy belenevel egy olyan rendszerbe, ami van, vagy pedig pont azáltal, hogy másképp nevel, kialakít egy olyan rendszert, ami esetleg nincs. Tehát, hogy ez egy ilyen kettős dolog. Oké, köszönjük szépen. Nem tudom, hogy ki következik. János. János, ő mondta az esélyegyenlőségben teremtése, igen. Igen, szóval esélyegyenlőséget, azt is látjuk, hogy kormányra tud érvényesülni, sőt, volt a kép a normális iskola, ahol... jó, az a tanóra, az az adott tanóra, oké? Okay. És hogy igazából ugyanazok a követelmények, hogy ugyanakkor még dolgozatokat írják, és mondjuk szóban felelnek az ellenző. Esetleg megszégyenülhetnek, hogyha a tanár éppen kiosztja a dolgozatokat, és nem jól sikerült talán, hogyha az osztályot kell felelni, viszont a videós módszernél a tanárnő a gyengébb képességű, akik azok esetleg személyre szabott feladatokat, illetve négy szemköz beszélhetik meg, és illetve úgy is oszthatja a feladatokat, hogy kit mit érdekel. Szóval olyan dolgokban nem kell annyit foglalkozni, ami érdekel. Ami felül nem érdeklődik. Aztán, hát igen, a szóbeli felelésről még annyit, hogy ez ugye nehéz lehet a gyereknek, viszont, és lehet, hogy rossz tapasztalata lesz tőle, viszont, hogyha előad egy ilyen projektmunkát, akár amiből ő felkészült a társaidat, akkor társai is jobban figyelnek rá, mert őket is érdekli a projekttel kapcsolatos információ. Illetve jó, a gyerek is jó tapasztalata lesz egy adással kapcsolatban, mondod fel a készítés ügyeneket. Jó, abszolút jó. Azért valamire le akarok csapni, amit mondtál, amit szeretném, hogy egy kicsit bővebben kifejteni. Ugye azt mondtátok, hogy egyenlő esély van, valamint hogy esélyegyenlőség van, mert ugye azokat a feladatokat kapják. Ez valódi esélyegyenlőség, tehát feladat szintjén, igen, esélyegyenlőség, mert ugyanazok a feladatok, de ha belegondolunk egy kicsit, ezt tudtuk próbálni egy kicsit mondani, amit szeretnétek mondani. Látom, hogy rázzadtok a fejeteket. Ez az, hogy én hallottam a tanácsot. Jó, tehát annyi csak a kérdésem, hogy valódi esélyegyenlősége ez, hogy ugyanolyan feladatokat kapnak. Mármint a projektiskola meg van? Nem, tehát a hagyományos, nem hagyományos, tehát azon a tanórán, az első tanórán, ugye ott mindenki feltehetőleg, de nem biztos, ugyanolyan feladatokat kapott. De vegyük azt, hogy mindenki ugyanolyan feladatokat kapott, mindenki ugyanolyan feladatot végez. Hogy ez valódi, igen, mondjuk, valódi esélyegyenlőség. Az esélyegyenlőség, hogy mindenki a képességeihez mérten kapná fel. Oké, okay. Te is valami? Hát én tudom, hogy jó, a többiek erről mit gondolnak, egyetértenek? A felszólalóval, hogy az lenne talán az valódi. És ti is ezt szeretnétek. Most akkor annyi felhoztuk el még azt az osztályban, hanem amilyen fajta képességek vannak, hát akkor az hány osztály? Egy osztályban? Szerintem ezt úgy tudom meg megoldani, hogy mindenkinek a ezt a feladatot, de nem ugyanúgy osztály az ezt hívják a differenciálásnak is, erről külön kurzusot. A jó hír, hogy nem nektek kell egyedül kitalálni, hogy ez hogy működik, hanem meg lehet vizsgálni, hogy mi az, ami működik benne, miért nehéz, mert valóban nehéz. Igen? Egy kérdéssel mondom, az nagyon tényleg szép és nemes dolog, hogyha mindenkinek a saját képességére szabott feladatot adunk, viszont attól még, hogy ő jó légyet ír, attól még nem lesz okosabb és értelmesebb, tehát akkor most, hogyha valaki tényleg többet tud és jobb a képességei, hát akkor ez neki rosszabb, mert mondjuk, nem is ezt, hanem hogy... Nem, hanem igen, hogy ez a probléma, hogy meg kell szokni azt, hogy a való élet, hogyha kikerül az iskola pad mögül, hogy nem leszel egy gyengébb képességű vagy te meg erősebb, hanem van egy elvárás, és az alapján kell mindenkinek megfelelni. Ha ővel ezt nyomják, hogy ővel kivételeznek már gyengébb a képességeit, akkor nem fog tudni, hogy helytállni az életben.
nem tudom, ezen a képen most ilyen 8 éves gyerekek vannak, amikor még így annyira nem kell felkészíteni olyan szinten őket, hogy majd, amikor 20 évesek lesznek, akkor mi lesz, hanem lehet hagyni, hogy szépen fokozatosan egyre többet vársz el tőle, és a végén eléred a ideálisat, de hogy így 8 éves gyerekeket rossz helyzetekbe tenni azzal, hogy leosztályozod őket, azzal nem fogod motiválni arra őket, hogy tanuljanak, és minél többet szeressen elérni. A képességének megfelelő feladatot adsz, és azzal sikerélményen ezt. Igen. És azzal motiválod arra, hogy még és még többet akarjon tudni, akkor egyszer csak eléred azt. Igen. Hogy jobban más többet tudunk. Csak a saját kereteit ez is szabad beszorítani a világot, vagy egy kicsit feszegetni kell a határait. Lehet feszegetni a határait, csak közben nem nagy mértékben. Csak közben nem is csak a határoknak a feszegetése, hanem nem mindegy, hogy hogy állunk ahhoz hozzá, hogy az ötösök okosak, az egyesek meg buták. Tehát nem csak az osztályzás különbségei a fontosak, hanem az, hogy utána hogy állunk ehhez. Hát akkor erre már kitérne választani különfajta általános iskolát. Tehát hogy általános iskolát legyenek az alsó. Tehát hogy akkor olyan iskolák legyenek, ahol vannak egy szintfelmérő alapján, hogy gyengébb képességekbe kerülnek, és akkor azokat nyilván próbálják felzárkóztatni. De akkor nem lesz motiválás, akkor itt megcsoport kellene a legjobban tiltakozni. Megcsoport kellene a legjobban az esélyegyenlőség csoport nekünk. Ugye? A demokráciára való nevelés csoport is, és a társadalmi mobilitás. Tehát akkor ezek a dolgok sérülnének, és az nem lenne jó a társadalomnak sem, hogyha nem adnánk bizonyos embereknek, egyszerűen nem adnánk esélyt ezáltal valószínűleg, de ezzel nagyon sokat lehet vitatkozni, nagyon izgalmas témák, és azért nagyon érdekes, jó, nem jó, érdekes, és több szempontú véleményeket láttunk, és nagyon örülök, hogy így elkezdtetek egymással beszélgetni, és ezt a beszélgetést majd összefolytathatjátok a PPK-t. Minden egyes témában legyen az esélyegyenlőség, munkavilága, legyen az iskola, legyen az oktatás, legyen az tanulás, tudás, tehát ezekkel a témákkal mind foglalkozni fogtok a 3 év során. És tulajdonképpen ennyit szerettünk volna ma. Szeretnék megtaláltunk az egyik csoportot egyébként. Ja, de... Bocsánat. Akkor azt a csoportot mindenképpen valami jelzés miatt úgy gondoltam, elnézést kérek, nem hagyunk egy csoportot sem. Úgyhogy melyik csoportot hagytuk ki? Maradtunk ki igazából. Tényleg. Pedagógus képességeiben is fogtok ki, pedagógus igen, képességeiben is fogtok foglalkozni, az egyik például a figyelem, az egyik például tudjunk több helyre figyelni, ezt most nekem nem jött össze. Igen, tessék! Szóval nagyon sok itt már fel is az egy pontunk van, úgyhogy ezt szerintem nem is mondanám még egyszer. Igazából amit mi kiemeltünk, hogy ez a projektünk a sokkal gyakorlatilasabb, és ezért az életnek több ilyen életszerű helyzetét megélhetik a gyerekek. Viszont, mint tudás szempontjából, ugye a lexikális tudást az nem adja meg ez a gyakorlat része, vagy kevesebbet ad. Tehát eszközök kellenek ahhoz, hogy úgy érdemben dolgozni tudjon az ember, és hogyha pedig megtanulod, akkor pedig a saját fejedből tud dolgozni. A projekt módszerre, ahogy mi láttuk itt a videóból, kevesebb témát lehet sokkal jobban megismerni, a mi rendszerünkben viszont sokkal több témát lehet megismerni, viszont területesebben ugye. Azt mondta hogy a videó, hogy ez a projekt módszer nagyon hatásos és nagyon jó eredményeket érnek el a diákok, és akkor ebből azt feltételeztük, hogy nem igényel annyi otthoni munkát. A mi hagyományos rendszerünkben viszont sok otthoni munkát igényel. Elkezdeni is tanulni, de ami hátszerűszerűszerűs. Nem tudom, mint végzős diák, még az is felmerül a kérdés, hogy ezt a projektmunkát sokkal nehezebb elbírálni, hogy most akkor ki jut be egy, tehát egy ilyen, nem működik ez a rendszer, amiben mi vagyunk egy ilyen projektmunkás is felhál szerintem annyira, mert nehezebb elbírálni, hogy most akkor ki alkalmas arra, hogy bejusson az egyik szakra, ki nem, mert sok különböző projekt van, vagy nem tudom, szóval szerintem nehezebb ilyen egységes
részvétrend szerint beosztani valamivel egy-egy diákot. Tehát a tantárra gondolsz, hogy milyen tantárra tudott a milyen a projekt során, vagy hogy utána, ha tovább tanul, akkor hogy fog? Igazából csak annyi, hogy szerintem nehezebb eldönteni, hogy melyik diák okosabb, vagy melyik diáknak nagyobb a tudása, hogyha különböző dolgokkal foglalkozott az iskolában, és így különböző eredmények. A szintfelmérés az amerikai iskolában folyamatosan van, tehát munkadatik az, hogy mit tudnak a diákok, tehát valószínűleg abból kapnak a eredményt, az ilyen állami szinten, tehát az államok szintjén is felnézik, ilyen benchmarking-nek hívnak, úgyhogy valószínűleg onnan vannak ilyen információi arról, hogy a követelmények meg hogyan felel meg egyébként, meg a követelmények szerint állítják össze ezeket a projekteket, és tehát a standardok szerint azokat tanulják, azokat emelik be, csak nem abban a sorrendben, ahogy vannak, hanem ahogy igény van rá. Jó? És akkor már ugye minden csoport elmondta akkor a mi szemszögünkből ezt a dolgot, és akkor most nem fogom még egyszer ugyanazt megismételni, amit már ilyen nagy elegánsan előadtam ezelőtt 3 perccel, hanem csak annyit mondok, hogy még egyszer elmondom azt azért, hogy várunk benneteket szeretettel ide, hogyha ez a ti érdeklődtök valóban ezek a dolgok, ezek a témák iránt. Köszönjük. Csak hogy foglaljuk össze magát az órát, hogy mi volt egyáltalán a célja, hogy ezt csináltuk. Nyilván azért érzitek neked szerintem, amit mi célnak terveztünk az elején, annál sokkal jobb dolog valósult meg, hiszen egy olyan beszélgetés született itt, ami mondjuk úgy, hogy egy tudományos jellegű vita. Hát olyan érveket, ellenérveket hallottunk itt részletekről, amik már azt gondolom, hogy nagyon életgondolkodásra utalnak, úgyhogy ennek én kimondottan örültem meg, ahogy így kacsítottunk egymásra mind a ketten. És hát ugye az volt az órának a célja, hogy megismerkedjetek magának az oktatásnak a funkcióival, és azzal, hogy ez mennyire sokrétű és egy összetett komplex dolog, mint ahogy itt a vitában is kiderült, ugye, hogy mennyire sokféleképpen gondolkodunk ezekről a dolgokról. Megismerhetitek pedagógiai eszköztárat, ennek az elméleti hátterét is természetesen, amire Orsi is utalt, hogy szigornatok és egyéb vizsgák ezt vissza is kérdezik, hogy ezzel tisztában vagyunk-e. Viszont azon kívül, hogy megtanuljátok ennek az elméleti hátterét, gyakorlati tudásra is szerteztek, tehát ezt az elméletet tudjátok a gyakorlatban is használni, ami szerintem a mostani képzéseknek, az egyetemi képzéseknek egy nagy hiányossága, hogy nagyon elméletfókuszúak és kevésbé gyakorlatorientáltak. Emellett ugye, hogyha valakiben benne van, szerintem mindenkiben, akik van benne van ez a segítő, fejlesztő attitűd, hogy ő szeretne változtatni azon, ami maga körül van, szeretne segíteni valaki, illetve az, hogy egyáltalán az oktatásvilága érdekel benneteket, hogy egy olyan pozíciót, egy olyan segítő, fejlesztő pozíciót tudtok betölteni akár iskolákban, akár oktatással kapcsolatos, oktatással foglalkozó intézményekben, ahol szerves részeként tudtok működni, nem iratolgatók lesztek, hanem ténylegesen olyan funkciótok lesz, ahol erre a tudásra, amit már itt egy kicsit föl is villantottatok, mindenképpen szükség van. És hát a második iskola példájából kiindulva, hogy azért ott elég sok olyan jó példát láttunk, amit esetleg nem éltetek még meg az iskolai életetek során, vagy néhányan már megéltetek, de biztos, hogy voltak benne olyan jó példák, amik most így megragadtak, és haza fogjátok magatokkal vinni, és talán még gondolkodtok rajta otthon, vagy még akár napokon keresztül, és szerettük volna, hogy megismerjétek azt, hogy van az, amiben mondjuk benne vagyunk, és hogy van ezen kívül egy másik világ is. Nos, hát igen, szeretettel várunk titeket, és van Facebook oldala, és van hogy weboldala, ez kevésbé szép a PPK-nak, ezeket nyugodtan látogassátok, ha bármilyen információra vágytok, és e-mailt is nyugodtan küldhettek nekünk, hogyha bármi kérdésetek van, illetve most kérdezhettek még nyugodtan. Köszönjük szépen! Én is meg szeretném köszönni, nagyon jól éreztem magam, én személy szerint ezen az órán, ezt mondtam magam, igen, és hát köszönöm. Én is, remélem ti is. Jó. És akkor esetleg a kérdésre a PPK-ban lágyulnak. Köszönöm szépen!